Fotók, festmények és textilek. A közönség most három alkotó legfrissebb munkáit tekintheti meg, amelyek az ösztöndíjat a lehetőségeknek köszönhetően készültek el. A kiállítás látogatóit Halkóné, dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő köszöntötte, aki kiemelte, a megyeszékhely méltán büszke a jól ismert alkotókra. Egyértelmű, hogy őbenük még óriási energia van, óriási erő van, és egy óriási múlt, egy szakmai múlt van mögöttük. Bízva abban a város, hogy ezt a múltat, a múltban felhalmozott tapasztalatokat, művészi tapasztalatokat felhasználva, tovább tudják gyarapítani az alkotó képességüket. Ezért gondolta úgy a város, hogy most, 2022-ben ők voltak a legméltóbbak a benyújtott pályaművek alapján a képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére. A kiállítást Hánémet Katalin grafikus művész nyitotta meg. Beszédében elmondta, Székhelyi Edit, Fekete Nóra és Csutkai Csaba kiemelkedő tehetségű alkotók, munkáikon nyomon követhető a változás. Beszélek a változásokról, amelyek minden művészeti ágat érintenek, így a képzőművészetet is, úgyhogy itt például a textilnél a fali képek nem szokványos anyagból és nem szokványos eljárással a közéléshez képes készültek. Az Edit képei üzenetek, szimbolikus üzenetek, ezek megfejtése várnak, nyitott művek, és a fotónál pedig azt tudom mondani, hogy az eljárás és a tartalom egymás mellett, tehát a kontaktokról van szó, vagyis az emberi kontaktoktól, ami nagyon fontos, összeköti az embereket, ami múltat megmutatja és a jelenben van. A Nyíregyházi önkormányzat 2002 óta támogatja ösztöndíjjal a legtehetségesebb képzőművészeket. Kezdetben egy, később kettő, az elmúlt években pedig már három alkotót választanak ki a pályázók közül. Az egyik idei díjazott Csutkai Csaba, aki ez alkalommal portréfotókat állított ki. Itt azok az emberek vannak, akik úgy gondoltam első körben nyitottak erre a feladatra, hogy adják magukat portrékészítésre, és a képük, és mellette pedig a kontakt címszó alatt szerepel ez a kiállításom, amiben megmutatom, hogy igazából honnan indul el az a kontakt a fényképészetnek a 90-es években használt rendszeréből, ez meg volt korábban is, és ezek a kontaktok kétértelmű dolgok. Kétértelmű, egyik a fényképészeti kontakt, másik pedig az emberi, a kapcsolati kontaktra gondolunk. A kiállítás szeptember 22-ig látogatható Nyíregyházán, a Pál Gyula teremben.